Sziasztok, én Joe vagyok, ti pedig a Horror Stories of Pitch legújabb videóját nézitek. Stephen Kinget méltán emlegetik a horror műfaj legnagyobbjai között. Tucat számra készültek filmek és sorozatok a művei alapján. A horror mestere most töltötte 75. életévét, és mi ebből az alkalomból összeszedtünk nektek 75 érdekességet róla. Annak ellenére, hogy Stephen King hátborzongató történetekkel rémizgeti olvasóit, ő maga is sok mindentől fél. Gyerekként irtózott a pókoktól, a bohócoktól és a WC-be eséstől. Középső neve Edwin. Stephen King 2 éves volt, amikor apja leugrott cigért, de soha nem jött vissza. Apja, Donald Edwin King is írónak készült, akit szintén sokszor elutasítottak a magazinok, pont úgy, ahogy a fiát. Gyerekként tanúja volt, ahogy barátja egy vasúti balesetben meghal, évekig nem emlékezett erre az eseményre, az elméje ugyanis törölte. A 4-5 éves Stephen gyakran bántalmazta a babysittere, aki a szekrénybe zárta, a kanapéra nyomta és az arcába szellentett. Fölkészített az irodalmi kritikákra, mondta később az író. Gyerekkorában egy gyulladás átterjedt a fülére és többször fel kellett szúrni emiatt. Rajongását az olvasás iránt Jack London vérfagyasztó történetei indították el. 13 éves korától alkalmi munkákat vállalt, többek között felfogadták sírásónak, illetve sírkert gondozónak is. Fiatalon képregényeket másolt le, anyja bátorítására kezdett el saját történeteket írni, aki minden egyes elkészült mű után 25 centtel jutalmazta a fiát. Első írománya a Rettegés félvilága címet kapta, ami nyomtatásba is került. Bátyjával egy jó darabig újságot is csináltak, amiben a helyieket szórakoztatták nem túl izgalmas kisvárosi történeteikkel. Debütáló regényét, mellyel ismerté vált, a Carrie-t először kidobta a kukába, mert nem tetszett neki, felesége szedte ki a szemétből és biztatta, hogy folytassa. Kinget Lovecraft Larker in the Shadows című könyve inspirálta, hogy írni kezdjen. Elmondása szerint az első film, ami igazán sokkolni tudta egy moziban, az az 1968-as Élő halottak éjszakája volt. Stephen King egész családja vérbeli író generáció fiai, Joe és Owen is apjuk nyomdokaiba léptek. Joe ráadásul szintén horror műfajban alkott, felesége, Tabitha szintén írásba kezdett. Mivel a kiadó egy szerzőtől csak egy könyvet közölt évente, King ezt úgy játszotta ki, hogy megalkotta Richard Bachman alter egóját. Ebben az időszakban 3 havonta írt meg egy regényt. Első írását, miután Richard Bachman néven kiadta, mely egy iskolai lövöldözést is tartalmazott, kérte, hogy vegyék le a könyvesboltok polcairól, miután 4 valóságos lövöldözés történt középiskolákban. Amikor kiderült, hogy Richard Bachman King írói álneve volt, az alter ego meghalt rákban. Álnevének leleplezésekor a sorvadjel volt az aktuális Bachman regény, melynek eladásai a turpisság kiderülése után 28 ezerről megugrott 280 ezerre. Az írókból alapított zenekarban, a The Rag Bottom Remembers-ben ritmusgitáron játszik. King a Cujo regényének megírására nem is emlékszik akkori alkohol és drog problémái miatt. Az írók királya, kinek a Guinness Superlative szerint a legtöbb könyvét vitték filmre. Triskaidekafóbiában szenved, azaz a 13-as szám és annak többszörösei megrémítik az írót. Ez annyira súlyos nálam, hogy a 13. oldalnál vagy annak valamelyik többszörösénél járok, sohasem hagyom abba az írást, nyilatkozta. Kinget katonai szolgálatra alkalmatlannak nyilvánították Vietnámban, a testület a magas vérnyomására, korlátozott látására, lúd talpára és felszúrt dobhártyájára hivatkozott. King tanári diplomát szerzett a Maine-i egyetemen, majd egy gimnáziumban vállalt irodalmi tanári állást. Egy barátjával $10 fogadott, hogy női főszereplővel is képes történetet írni. A Carrie-t novellának tervezte a Cavalier magazin számára, az ötletet pedig egy gimnáziumi tamponautomata és egy nemrég olvasott cikk a telekinetikus jelenségekről összeolvasztása adta. A szereplőket saját egykori iskolatársairól mintázta, és legépelt 3 oldalt egy lányról, aki állandó céltáblája a többieknek, és pont a gimi zuhanyzójába jön meg a havi baja, a többiek pedig tamponokkal kezdik el dobálni. A Carrie szerzői jogai végül $400 000 keltek el, melynek felét kapta meg King a kiadó szabályai szerint. Egy énje 1975-től kezdve a ragyogás megírásától tudta, hogy
hogy alkoholista. Állítólag tudatalatt önmagáról írt a könyvet, de ezt a tényt nem volt képes elfogadni. Miután családja megelégelte a vállalhatatlan életformáját, felesége Tabita először kiszórt a szőnyegre egy hatalmas zsáknyi üres sörös dobozt, cigarettacsikkeket, kokainos tasakot, váliumot és szalaxot, majd közölte, hogy ő és a gyerekek is szeretik, de ha nem hagyja ezt abba, akkor elválnak útjaik. King az önpusztító korszakában saját bevallása szerint napi 3 órát volt csak józan, így tulajdonképpen az életének egy teljes szakaszáról lemaradt. Legnagyobb függőségét az LSD okozta számára. Miután sikerült a káros szenvedélyeit maga mögött hagynia, félelmei beigazolódtak, ugyanis rengeteg rajongója nem volt hajlandó a 90-es évek után készült könyveit elolvasni, mondván, hogy King tehetsége a problémáival együtt elveszett. A menekülő embert egyetlen hét alatt írta meg. King egyébként John Swetten álnév alatt is publikált egy novellát a Cavalier magazinban 1972-ben. Egy Steve Ring Food nevű férfi szerint John Lennont, Richard Nixon és Ronald Reagan akarta eltenni láb alól politikai okokból. Elmélete szerint a két politikus Kinget bérelte fel, hogy ölje meg a zenészt. Mindezt azzal támasztotta alá, hogy Lennon utolsó híres fotóján, melyen épp autogramot ad Chapmannek, aki a hivatalos álláspont szerint végzett vele, halála előtt néhány órával nem is Chapman látható, hanem maga King. Kinget két kérdéssel lehet kiűzni a világból, ezek a következők. Honnan veszi az ötleteit, és mikor nem ír? Az utóbbira begyakorolt válasza volt, csak a születésnapomon, június 4-én és karácsonykor pihenek. A valóságban viszont King délelőtt szeret dolgozni, és átlagosan napi 10 oldalt, vagyis 2000 szót ír. Délután pihen, sétál és leveleket ír. Könyveit eddig több mint 370 millió példányban adták el. Az írás mellett természetesen imád olvasni, körülbelül 80 könyvet végez ki évente. 1997-ben majdnem egy teljes könyvet szentelt a sikeresség témájának, de végül elvetette az ötletet, mert fogalma sem volt, hogyan is kellene megírnia. Amikor kötelező délutáni sétájára indult, egyszer elütötte egy 85-ös Dodge márkájú autó. King körülbelül 4 métert repült ütközés következtében. Az összetört, súlyos sérüléseket szenvedett író első kérdése az volt a segítségre sietőktől, hogy rágyújthat-e. Több műtéten is átesett, a kórházból kikerülve 24 kilót fogyott. Elviselhetetlen fájdalmai ellenére 5 héttel a baleset után már újra írni kezdett. Felépülése után szerette volna az életére törő gépjárművet $1500-ért megvásárolni, de az üzlet nem jött össze. Az Alzheimer-kortól sokkal jobban fél, mint a haláltól. Lefekvéskor minden egyes alkalommal kényesen ügyel rá, hogy a lábfejébe legyenek takarva, nehogy egy hideg kéz megragadja őket. A takarók mágikus dolgok, a mumusok kriptonitjai, nyilatkozta. Alkotásai közül az a kedvenc regénye. Ronald McDonald egyike volt azon bóc karaktereknek, akik Kinget inspirálták az Pennywise-ának megalkotásakor. King az 4 évig írta. Az regényének legvitatottabb és legtöbbet támadott része a befejezése, melyben a 11-12 éves gyerekek alkotta csoportban minden fiútagnak szeretkezni kell az egyetlen lánytaggal annak érdekében, hogy kiussanak a csatornából. King ugyanakkor azt nyilatkozta, hogy sosem érdekelte a gyerekek szexuális élete, egyszerűen csak ezzel kapcsolta össze a gyerekkor végét a felnőtté válásukkal. Az eredeti tervek szerint 5-6 részből álló egy 8-10 órás minisorozatot készítettek volna, de végül a csatorna rövidített a terveken, mert nem voltak biztosak a sorozat sikerében. A leghosszabb könyve a Végítélet, amely 1153 oldalas, súlya pedig 8,5 kiló. Mindig megdöbbenti az emberektől azt hallja, hogy a Végítélet című könyve a legjobb műve, mert úgy gondolja, hogy már évtizedek óta nem írt kimagasló alkotást. Hatalmas csodálói voltak egymásnak George A. Romero-val, akivel jó barátságot ápolt a Zombi király 2017-ben bekövetkezett haláláig. Annak ellenére, hogy Stephen King a világ egyik leghíresebb írója, neki is vannak írói bálványai, Neil Gaiman-es és J.K. Rowling. Kedvenc zenekarai a Ramones és az AC/DC. Hatalmas Boston Red Sox rajongó. Kedvenc étele az áfonyás sajtorta, melyből, ha teheti, mindig eszik írás előtt. Abszolút kedvenc horrorfilmje az 1977-es A félelem ára.
Elirottal folytatott beszélgetése során vallott arról, hogy melyik az a horrorfilm, amire még ő is azt mondja, hogy elég, túl sok. Akkor láttam az ideglelést, amikor begyógyszerezve feküdtem a kórházban. A gyerekem hozta be a kazettát mondván, hogy van itt egy film, amit látnom kell. El is kezdtük nézni, de a felénél meg kellett kérnem, hogy kapcsolja ki, mert túl félelmetes. 1991-ben egy fanatikus rajongó betört a King családi házba, és azzal fenyegette az író feleségét, hogy bomba van nála. Azt állította, hogy King nagynénjétől lopta a Misery novelláját. Szerencsére Tabitha kijutott a házból és szólt a rendőrségnek, a rajongó 18 hónap börtönre ítélték, azóta pedig hatalmas vaskapu áll a családi ház bejárata előtt. 2001. szeptember 11-e után egy másik rajongó csomagot hagyott az ajtójuk előtt, melyről azt hitték bomba. Persze kiderült, hogy csak vaklárma. A 90-es évek elején a King család 1,2 millió dollárral támogatta a Mansfield stadion felépítését Bangorban. King családja demokratikus elveket vall, utálják a szélső jobboldaliakat. Maine-ben három rádióállomás is a tulajdonában áll, az egyikük ezek közül a Stephen King Rock and Roll Station. A Sötét Torony című művét tartja élete alkotásának, mely az összes regényét összeköti. Utálja Stanley Kubrick ragyogás filmes adaptációját, mivel a nőket negatív módon közelíti meg. Nem csak könyveket ír, John Mellencamperrel közösen írta a Darkland Country Ghosts Brothers című számot. King írta az X-akták 5. évad 10. részének a történetét, ami magyarul az Igéző Szemek címet kapta. Ő írta a Heroes for Hope X-Men képregényt is, és az elfelejtett 40 perces Michael Jackson Ghosts című videoklipjének szkripjét is. Csak és kizárólag könyvborítóra hajlandó autogramot írni, csak is rendezvényeken. Éppen ezért bárki, aki személyesen vagy levélben kéri az író szignóját, nem kap semmit. King szerint a recept a sikerhez. Egy alapötletből indulok ki, és tudom merre tartok, de nem vázolgatok. Rendszerint van elképzelésem arról, mi történik majd 10 oldallal odébb, de sosem írok le belőle semmit, mert az valahogy gátolja, hogy az ember menet közben érdekes kitérőket tegyen. Theodora Sturgeon mondta nekem egyszer, hogy szerinte az olvasó csak akkor nem fogja tudni, mi történik legközelebb, ha az író sem tudja ezt. Én mindig ilyen helyzetben írok. Sosem tudom biztosan, merre kanyarodik a történet, hogyan fog alakulni. Írta a Kísértett Szív című életrajzi könyvében. Ha tetszett, amit láttatok, iratkozzatok fel a csatornánkra, ahol számos érdekes témával foglalkozó videó vár titeket, természetesen az általunk készített horrorfilmek mellett. Köszönöm a figyelmeteket, én Joe voltam, sziasztok!